Nagy volt a tömeg a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskola udvarán. A diákokat sok szülő is elkísérte a Mártonnapi rendezvényre. Itt évek óta hagyomány, hogy a november 11-éhez legközelebb eső tanítási nap délutánján szabadtéri programokat és lámpás felvonulást tartanak. Szeretem a felvonulást, mert amikor már sötét van, akkor tök jó, hogy így világítanak a lámpások mindenhol. Meg azért is szeretem, mert hogy itt egész estig ilyen tök jó hangulat van, lehet enni, beszélgetni, táncolni. Míg az udvaron a vendégek gyülekeztek, addig az egyik osztályteremben sorra teltek meg az iskolapadok mártonnapi édességekkel. Az iskolába járó gyerekek szülei között ilyenkor sütőversenyt rendeznek. Az egyik sütemény elzeszi almatorta, ez egy franciaországi recept, és vaníliakrémmel készült almatortáról van szó. A másikat pedig, hát a nevét mi találtuk ki a fiúkkal. Ez egy sima szívecske, linzer, szívecske alakú linzer, és ugye mivel a Mártonnapnak az a lényege, hogy hát a Szent Márton püspök szeretetből megosztotta a köpenyét másokkal, azt találtuk ki, hogy ezt a szívecskét akkor osszuk meg egymással. Német nemzetiségi tánc koreográfiával készültek a kaposszegcsői általános iskolások Mártonnapra. A gyerekek heteken át tanulták be a tánc mozdulatokat és az idegen nyelvű dalok szövegeit. Nagyon örülök annak, hogy tényleg ápolják ezeket a szép szokásokat és a német kultúrát. Éppen a Mártonnappal kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy német nyelven szólaltak meg a gyerekek, ami nem egy egyszerű dolog. A mártonnapi libáról szóló mondókával lepték meg szüleiket és nagyszüleiket a Tolnamüzsi Zöldkert óvodába járó gyerekek. A zenés táncos előadás után természetesen itt is meggyújtották a már jó előre elkészített lámpásokat. Egész héten programokat szerveztünk, hétfőn már egy őszbúcsúztató táncos műsorral, aztán kreatív műhelyünk volt, barkácsoltunk, mártonlámpást készítettünk, volt sok mese, voltak versek, vendégeskedtünk az iskolában, német színházban vettünk részt. Mözsön ugyanúgy, mint Tolna megye más óvodáiban és általános iskoláiban lámpás felvonulással ért véget a Mártonnap.